és néhány írástudó hallották, amit Jézus mondott, és azt akarták, hogy csapdát állít, amit mondott, és azt mondták, ha tiltják az áldozatot a juhok és ökrök és a madarak. Hogy milyen célból építették Szolomon ez Isten temploma, ez a templom helyre áll 46 évvel ezelőtt, és Jézus így válaszolt, meg van írva a prófétáknál, a házam legyen imádságháza minden nép. Az áldozat a dicséret és hálaadás, de alakította vérfürdőt, és a bűnösök meggyilkolt egy brutális módon állatok Isten temploma, és meg van írva, napkeltétől napnyugtáig. A nevem lesz nagy a pogányok között, és füstölő kínált a nevem mellett egy tiszta áldozatul, de még át Isten temploma egy hely a pusztulás azok véráldozatot és a jó illatú füstölőt. Hogy elrejtse a szaga vér, azért jöttem, hogy teljesítik a törvény, és ne szüntesse meg azt, nem tudom, mi van írva, az engedelmesség jobb, mint az áldozat, és hallgatni az Isten akarata, ez jobb. Mint a zsírkosok, én, az Úr, vagyok fáradt az égő áldozatokat és felajánlásokat, amelyek a nevemben használhatatlanok, nem fogadom el, mert a keze csupa vér, Jézus azt mondta, azt akarom. Hogy megünnepeljük ezt a húsvéti vacsorát tanítványaimmal, hamarosan az óra szenvedés, megállapítani emlékezetét én áldozatom a szervíz és a megváltás minden ember, mert íme eljön az idő. Amikor az emberfia kelkezére a bűnösöket, és egy a 12 közül kérdezte, én, az Úr, és ő így válaszolt, az, akinek adok a sop, ő az, aki elárul engem, és Iskáriótes azt mondta. Nézd fel az asztalnál kovásztalan kenyeret, a kevert bort, olajat és bőrnövények, de hol van a bárány, amelyet Mózes te, Júdás megvette a bárány, de Jézus megtiltotta neki, öld meg a bárány. János megjövendölte a Szentlélek, íme az Isten báránya, a jó pásztor, aki életét adja a juhait, Júdás meglepte ezeket a szavakat, mert tudta, hogy árulja előtt, de Júdás ismét megkérdezte, Mester, nem megvan írva a törvényben, hogy a zsidók vágnak bárányt az ünnep a húsvét, a portálok, Jézus így válaszolt, amikor én felemelte a keresztem, ez valóban le kell vágni bárányt, de a tanítvány. Aki elárulja nekem, jobb még sohasem született, Iskáriótes ment a házba, Kajafás, és azt mondta, Jézus ünnepli a húsvéti vacsorát, a városon belül kovásztalan kenyérrel helyett bárány. Vettem a bárány, Jézus azonban megtiltotta, hogy megöli a bárány, íme, az ember, akinek vettem tanúságtétel, Kajafás megszaggatta ruháját, és azt mondta, valóban ez nem a húsvéti ünnepek. Szerint a Mózes törvénye ő bűncselekményt méltók a halálra, mert ez egy komoly a törvény áthágása, miért van szükség több tanú, Júdás, mielőtt ideért, két rabló belépett a templomba. Jézus követői és az általuk ellopott könyve a törvény, és ez az eredmény a tanításait, azt kell mondanunk, hogy ez az emberek, akik követik őt, mert félnek a hatalom a törvény. Ez a történet folytatódik.